Ezek a felvételek tavaly októberben a Fejér megyei rendőrfőkapitányság és a központi nyomozó főügyészség munkatársainak közös házkutatási akcióján készültek. Az itt összegyűjtött bizonyítékok alapján egyszerre 7-tel nőtt a vesztegetési ügybe keveredett gyanúsítottak száma. A NAV alkalmazottjai közül összesen 17 személyt hoztak összefüggésbe a bűncselekménnyel, de egyikük sem dolgozik már az igazgatóságon. A szervezet főosztályvezetője ennek ellenére októberben úgy nyilatkozott, hogy nincs szakember hiány a Székesfehérvári intézményben. Mi sem értjük, hogy miért pont Székesfehérváron történtek ezek az esetek. Azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál több kollégánk is foglalkozik kockázatelemzéssel, tehát különös figyelemmel vizsgálják azokat a területeket, fizetési könnyítés, a végrehajtás, behajtás és az ellenőrzés egyes területei. A vállalkozók és a magánszemélyek 80 ezertől 5 millió forintig terjedő összeggel vesztegették meg a hivatalos személyeket, cserébe pedig különböző jogsértő kedvezményeket vettek igénybe. A főügyészség szóvivőjének tájékoztatása szerint a bűnszervezetben elkövetett korrupciós ügyek több mint 100 millió forintos kárt okoztak az államnak. Fazekas Géza azt is elmondta, hogy a nyomozás várhatóan júniusban fejeződik be. A bűnszervezet vezetőjét és a bűnszervezet tagjait az eljárás korábbi szakaszában már sikerült felderíteni és gyanúsítottként eljárás alá vonni. Az utóbbi időszakban kihallgatott 16 személy zöme a vállalkozói körből került ki, tehát a nyomozás fog lezárulni legkésőbb júniusban, amelyet követ majd az úgynevezett vádelőkészítő szakasz. A korrupciós ügyben összesen 62 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük jelen pillanatban ketten előzetes letartóztatásban vannak.